Ezúttal nem az úgynevezett kétszemélyes kalózhajók jelentették az Atomerőmű Sportegyesület vitorlás szakosztályának augusztus vége felé szokásos meghívásos versenyén az Artes kupán a rajthoz felsorakozott mezőny kétharmadát a Balatonfüredi Koloska kikötőben, hanem az olimpiai hajóosztályhoz tartozó népszerű kategória képviselői, a findingisek. Változnak az idők, mert hogy 10 évvel ezelőtt az egyszemélyes finnesek mutatóban voltak jelen, ilyen elsősorban a szabadidősport képviselőit vonzó, de a profikat, félprofikat is megszólító versenyen. És most pedig a főszervező atomosokat meglepte, hogy mennyien adták le nevezésüket erre a versenyre az említett hajóosztály képviselői. Köztük kezdők, egészen fiatalok, középkorúak és idősek egyaránt. Bennünket is meglepetésként ért ez a fajta aktivitás. Hát finn hajóosztályban 42 hajó indult el nálunk, tehát én úgy gondolom, hogy ez szinte a színe java itt volt az egész finn társadalomnak, illetve hát természetesen a kalóz juniorok, ahol 14 hajóegység, illetve a junior 4-20, ahol 19 egység, tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy versenyt tudtunk megrendezni. Más hajóosztályok versenyzőit is vonza a findingi. Van, aki még aktív pályafutása során, ha teheti, belekóstol, de sokan vannak, akik nagyobb hajóosztályokban való versenyzés befejeztével ebben a findingiben maradnak jelen a sportágban. Így tett a paksi Stadler Csaba is, aki a kalózoknál hosszú éveken át Nagy Róberttel versenyzett párban, és ért el sikereket nem csak a villamosiparági versenyeken, hanem az országos bajnokságokon is. Nem tudtam a findingiről. A folytatót jártam be, elkezdtem nagyhőba vitorlázni, mentem egyre lejjebb, és megtaláltam a findingit. Ebből már a büdös évben nem fog kiszállni, az biztos, de sajnos nem volt akkor annyi eszem, meg nem volt aki nekem. Ha Tonyó barátom előtt találkozott, akkor megmondta volna, hogy abba kell belőle először. A Bece néven említett barát egyébként Székely Antal nem akárki ebben a sportágban. Olimpiai résztvevő volt 1988-ban Szöulban, ahol 34 hajó indulhatott a nagyvilágból, és a mezőny első felében az előkelő 17. helyen fejezte be az olimpiai verseny, ami nem csak helytállás, annál több volt egy igazi tengerrel nem rendelkező országból érkező versenyző számára. Nem sok hiányzott egyébként ahhoz, hogy 4 évvel később újra egy 5-karikás játékokon vehessen részt, igaz már egy másik, a 3 személyes hajóosztályban, a Solningban képviselje a magyar vitorlásportot. Éppen, hogy lemaradt az akkor 32 éves versenyző a barcelonai olimpiáról. És azóta mindmáig versenyez, immáron 60 évesen is. Hát persze, hogy a findingiben. Elég jó eredmény, ha főleg annak a tudatában, hogy ugye a 34 induló hajóból azért elég sok nagyon komoly tengeri nemzetet tudtam magam mögé utasítani. Tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy megtettem a magamét. A barcelonai olimpiát szerettük volna megcélozni, egy nagyon hajszál hiány lemaradtunk róla, és de ettől függetlenül a findingit, mint örök szerelem hajóosztályt sosem hagytam el, azért még azokban az érákban is egy-egy versenyre elmentem, és amióta a szólingozást abba hagytam, egyre többet újra a findingibe élem ki a sport szeretetemet. Igyekszem jó kondícióba tartani magam, a felszerelésem elég megfelelőnek tartom, és hát mindig egy nagy kihívás az, hogy a feltörekvő ifjúságot el tudjam verni így 60 évesen. Ez az Artes kupán is összességében sikerült a neves versenyzőnek, hisz 3 megrendezett futam összesített eredménye alapján a 42 finn hajót számláló mezőnyben a 4. helyen végzett Székely Antal. Ami a versenykörülményeket illeti, igazi, jó széllel végig adós maradt ezen a hétvégén, egész pontosan a verseny 3 napján az égi időjárás felelős. Alig szél az első napon, valamivel több a folytatásban, jött a zárófutam változó, nehezen kiismerhető forgószéllel együtt. Feladva a leckét ezzel a rutinosabb versenyzőknek is. Az első futam végeredménye nem várt óriási meglepetéssel, és egyben paksi részsikerrel szolgált. Az ASE feltörekvő findingise Újvári Dénes ugyanis az alig szélben sok munka vár rá, hogy adott esetben a finnbe egy olyan szintet elérhessen, egy profi szintet, ami adott esetben lehet, de bizakodunk, mert volt neki tréningje is egész télen, tehát fizikai munkát végzett abba, hogy erőléte meglegyen.
ehhez volt edző, ugye ez a szülőktől is egy nagy elhatározást jelent. Tehát én úgy gondolom, hogy van ebbe előremutatás, meglátjuk, mit hoz a jövő. Amelyben egyébként nehezebb vitorlázni, mint az ellenkezőjében, faképnél hagyva mindenkit, megnyerte a nyitóversenyt. Igaz, a további futamokon nem tudott emlékezeteset produkálni, de ez a szakaszgyőzelem jelzésértékű rámutat a 20-as éveiben járó srácban, aki komolyan veszi a sportágat, bizony van fantázia. Tekintettel az ASE és az MVMS-e vitorlásportban időközben létrejött szerződéses együttműködésére, a feltűnt folyamatosan bizonyító tehetségek útját tényleg segíti az energiaipar a jövőben, akár a profivá válást is.